Sajnos a jelenlegi filozófia és teológia szerint igazából semmi nem számít, mikor arról van szó, hogy hogyan is tiszteli az ember a Teremtőt. Természetesen ebben nagy szerepe van a kegyelem és az arról elterjedt téves tanításoknak, de azok számára, akik az igazságot keresik, ez egy érdekes tanulmány lesz. Elárulom, hogy ez a tanulmány vagy kutatás a naptárral fog foglalkozni, azon belül is a hold szerepével, illetve hogy mit is mond valójában az írás a holdról, az ünnepekről. Szóval, akit érdekel ez a téma, az elindulhat ezen a vonalon, vagy bármi más vonalon. Én nem mondom azt, hogy ez mindent kimerít, ez a néhány 10 perc, ami következik. Azonban érdekes ez mindenképpen azok számára, akik az igazságot keresik. Villámgyorsan nézzük át, hogy az úgynevezett zsidó naptár hogyan is működik. Itt arról olvashatunk, ez ugye a Wikipedia, hogy második Hillel fejedelem idején kezdődött ez a ma is használt naptár, és ez 359 körül alakult ki. Az őse a babiloniai naptár volt. Ez egy nap, illetve hold naptár, azaz egy solar lunar naptár. A hónapok nevei szintén őrzik a babiloniai hagyományokat, és számos nap, hónapnak a neve megmaradt. Nisan, Tammuz, és még néhány. Többféle évhosszúság létezik, hiszen a hold az, ami meghatározza az év hosszúságát. 353, 354, 355 napos évek is vannak, és ezen kívül van 383, 384, 385 napos évek. Ez ugye abból a problémából fakad, hogy a hold év, illetve a nap év nem azonos hosszúságú, és mivel ők a hold hónapokat számolják, így kénytelenek három évente egy extra hónapot hozzáadni ehhez a ciklushoz. Láthatjuk itt a különböző fázisokat. A zsidó naptár 19 éves ciklusokban mozog, 7 darab szökőév van benne, és 12 normál év, 235 hónap van, ez pedig 6939, 6940, 6941, vagy 6942 nap egy-egy ilyen 19 éves ciklusban. 13 ciklus fog alkotni 247 évet, ami 3055 hónap. És ez az a ciklus, ez a 13 ilyen 19 éves időtartam, amikor is sorrendben követik majd egymást az évek. 247 évet kell várni arra, hogy újra elkezdődjön egy ciklus. Ezt azért mutattam be, hogy mindenki tisztában legyen azzal, aki ezt a naptárat követi, amit a jelenlegi úgynevezett zsidók, akik Izraelben élnek, hogy ez tulajdonképpen a babiloniai naptárnak a továbbélése napjainkban. És én erősen kétlem, hogy a Teremtő egy ilyen naptárat alkotott meg, amit a babiloniaiak használtak, akik híresek voltak arról, hogy mindenféle égi testeket szolgáltak és imádtak köztük a napot és a holdat. Így tehát az ókori babiloni naptár egy lunisolaris naptár, ugye ez azt jelenti, hogy a holdat és a napot is figyelembe veszik. Ugyanúgy a pogány babiloniaiak, ahogyan a mostani zsidó naptár, 12 hold hónapból építi fel az évet, és akkor kezdődik a hónap, amikor az új hold a nyugati égbolton első ízben megjelenik. Az év a tavaszhoz igazodik, ez ugye az a napi egyenlőség, illetve hát equinox vagy a tavaszpont, akkor kerül, és 3 évente szükséges volt, hogy plusz hónapot iktassanak be, ezzel igazodtak a nap járásából adódó, ugye szerintük 365 és 1 negyed napból álló szoláris vagy nap év hosszához és az évszakokhoz. Tehát még mindig a naphoz igazodik az év hossza, hiszen nem lehet másképp. A nap az, ami meghatározza az életünket, és nem a hold. Most nem mennék bele abba, hogy mi milyen naptárt használunk, miért használjuk azt, és honnan ered. Csak azt szeretném megmutatni, hogy a jelenleg Izraelben használt naptár, azaz ókori babiloniai naptárnak a továbbélése, ami egy pogány
hagyományokon alapuló tradíció volt. Itt azt olvashatjuk a hónapok neveinél, hogy a zsidók a babiloni számüzetés során, ez ugye a 6. század időszámításunk előtt, átvették a babiloni hónapneveket és korábbi hónapneveik helyett ezeket alkalmazták a zsidó naptárban. A szíriai naptárban is megtalálhatók ezek a nevek, például az Iyár, a Tammuz, az Ab, Elul, Tisri, Édár. Ezek mind megtalálhatók a mai úgynevezett zsidó naptárban. Úgyhogy a kérdés tulajdonképpen, amire szeretnénk választ kapni, az az, hogy lehetséges-e, hogy a teremtő ezt a naptárt adta meg, amit a babilóniaiak átvettek, akik tulajdonképpen soha nem szolgálták őt, és mindig is egy pogány tradíciót folytattak. És szerintem a válasz egyértelmű, hogy nem. Szintén láthatjuk azt, hogy ez egy lunisoláris naptár, 19 éves ciklusa van, ugyanúgy, ahogy a zsidó naptár, tulajdonképpen a 2 egy és ugyanaz, 235 hónap, aztán ugye ebből van 13, ha jól emlékszem, és utána indul újra a ciklus. Mindig hozzá kell adni egy hónapot, egy extra hónapot minden harmadik évben. A babiloni naptár másképp működött, ahogy azt látjuk, most ebben nem megyek bele, vannak apró eltérések, de alapjában véve ugyanaz, még az is, hogy mikor kezdődik a hónap, minden hónap első napja naplementekor kezdődött, és folytatódott a rákövetkező nappa, amikor az új hold először volt látható. Szóval a figyelmet csak arra szeretném felhívni, hogy amennyiben ezt a naptárt követjük, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy ez megegyezik az ókori pogány babiloniai vagy babiloni naptárra. Természetes az, hogy ahogyan az ellenség mindig is dolgozott, hogy átvesz dolgokat a teremtőtől, ugyanígy a babiloniaiak vagy a babiloniak szintén átvettek dolgokat, minden hetedik napot megünnepelték az újholdtól kezdve, ugye az újhold az az első kis karé, ami megjelenik, onnantól kezdték a hónapot, minden hetedik napot megünnepelték, mint szent napot, és így tovább. Ahogyan a sabbátot nekünk még szintén kellene. Megnézzük ezt a bejegyzést az encyclopediabritannica.com oldalon, akkor láthatjuk azt, hogy a babiloniai naptár, vagy a babiloniai kalendár szintén tulajdonképpen ugyanazt az információt tartalmaz, a 12 hold fázisból állt az év, ez volt ugye a vallási év, és ezek voltak a vallási hónapok, 354 napos egy-egy ilyen év, és ezt aztán később hozzá kellett igazítani a nap vagy a szoláris évhez, hiszen a nap az, ami meghatározza az évünket, akkor miért kéne nekünk azt hozzáigazítani a holdhoz, és miért nem eleve úgy csináljuk, mint ahogyan azt olvashatjuk Énok könyvében többek között. Ugye alkalmanként egy extra hónapot kellett hozzáadni. Ez az a hónap, amiről szó volt korábban, minden másik vagy harmadik évben egy extra hónapot kellett hozzáadni, hiszen 354 nap egy hold év, azaz 10 nappal körülbelül kevesebb, mint amennyi a szoláris vagy a nap év. Így, hogyha ezt a rendszert folytatnánk, anélkül, hogy egy extra hónapot hozzáadunk, akkor egy idő után ez a 10 nap csúszás oda vezetne, hogy az évszakok és az egész rend teljesen kifordulna abból a rendszerből, ami megvan határozva a nap által. Szóval ez a 10 nap az eredménye annak a kaotikus rendszernek, ami a jelenlegi zsidó, ugye ami a korábbi babiloniai naptár volt. Hagy mutassak egy érdekességet a jubileumok könyvéből. Ami nem csak azért érdekes, mert nagyon sokan elvetik ezeket az írásokat, mint nem ihletett, vagy nem hiteles, hanem azért is, mert valahogy nagyon is idevág az az idézet, ami a jubileumok könyve 6-os fejezet 35-től 37-ig olvasható. Mert tudom, és mostantól fogva kijelentem neked, és ez nem a saját elgondolásom, mert írva van az előttem levő könyvben. És a mennyei táblákon el van rendelve a napok beosztása, nehogy elfelejtsék a szövetség ünnepeit. Hogy melyik szövetségről beszél, és melyik törvényről, az kiderül több
Forrásból is nézzük az egyiket, ez 5 Mózes 29:20-21. Nem akar majd Jahua annak megbocsátani, sőt felgerjed akkor az örökkévalónak haragja és búsulása az ilyen ember ellen, és rászáll arra minden átok, amely megvan írva e könyvben, és eltörli az örökkévaló annak nevét az ég alól. Tehát megvan írva egy könyvben az átok és az áldás ugyanúgy. Mindjárt megtudjuk, hogy melyik ez a könyv, és kiválasztja azt az örökkévaló veszedelemre, Jesraelnek minden törzse közül, a szövetségnek minden átka szerint, melyek meg vannak írva e törvénykönyvben. A könyv és a törvénykönyv egy és ugyanaz, és ezek a szövetséget jelképezik. Azok, akik nem ezek szerint élnek, azok nem részei a szövetségnek. Ez az a szövetség, amelyről beszél Jubileum a könyvében, amelyben meg vannak írva ezek a napok. Ez pedig Vaikra, vagy 3 Mózes 23, ahol elmondja az örökkévaló Jahua, hogy mik az ő ünnepei. Szólja is el fiainak, és mondd meg nékik az örökkévalónak, Jahuának ünnepeit. Ezek az ő ünnepei, nem Mózes ünnepei, nem a zsidók ünnepei, nem Izrael ünnepei, ezek az örökkévaló ünnepei, amelyeken szent meghódás gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Ezek azok az én ünnepei. Azaz elmagyarázza, hogy mik az ő ünnepei. Erre utal jubileumok könyve, hogy itt vannak azok az ünnepek, melyekre össze kell gyülekezni. Természetesen csak azokra vonatkozik, akik ennek a szövetségnek a részesei akarnak lenni, akik nem, azokra egyáltalán ezek a dolgok nem vonatkoznak. De nézzünk meg még egy tanúbizonyságot erre, ez Tehelim Zsoltárok 78:10, mely így szól. Nem őrizték meg Elohim szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében. A szövetség és a törvény egy és ugyanaz, aki nem jár az ő torája, az ő útmutatása vagy instrukciói szerint, az nem őrzi az ő szövetségét. Nézzünk egy utolsót, ez pedig Jesiáhu, vagy Jesiá, Ézsaiás 24:5, a föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, és megtörték az örök szövetséget. Ezek a dolgok kéz a kézben járnak. A törvény, a tora, az instrukciók, az útmutatás, a rendelés, az ítélet, az ő szava maga az örök szövetség. Ez nem változik meg, nem törlődik el, nem törlődnek ki belőle dolgok. A tora maga örök, ahogyan az ő szava. Ez az, amiről beszél Jubileumok könyve. Szóval most, hogy már tudjuk, hogy ezek a napok el vannak rendelve mennyei táblákon, ezeket nem lehet megváltoztatgatni, ezek nem változnak úgy, ahogyan a történelem során a mi naptáraink változnak, vagy ahogy a hold éppen előbukkan, vagy meglátjuk ezek a dolgok. Ezek meg vannak írva mennyei táblákon, innen olvasta ki, és azért, hogy nehogy elfelejtsék a szövetség ünnepeit. Ezek az ünnepek a szövetségnek a jele közte, és köztünk. Ezek a napok igenis fontosak. Lehet, hogy mi nem úgy vagyunk szocializálva, és tanítva, hogy ezek fontosak, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy minden mindegy, mi kegyelem alatt vagyunk. Azonban ez számára egyáltalán nem így van, hogy mennyire nem, az kiderül Semot, vagy második Mózes 30:12-14-ből. Ezután szól az örökkévaló Mósénak mondván. Te szólja Izrael fiainak mondván, az én szombataimat többes számban, azaz több ünnepnapról beszél, Sbátról beszél, azaz szombatnapról, melyből több van, van a heti szombatnap, és van a Vaikra, vagy 3 Mózes 23 szombatnapok, amik az ő ünnepnapjai. Ezért mondja azt, hogy szombataimat megtartsátok. Miért? Mert jel az én közöttem, és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, azaz örökké. Ennek nincsen vége, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az örökkévaló, vagy Jahua, aki titeket megszentellek. Ezek a napok szentelnek meg minket. Mit jelent a szent? A szent azt jelenti, hogy kodes, héberül, vagyis különálló, elkülönült, más, aki kivált a világból. Azzal, hogy ezeket a napokat megtartjuk, azzal mi különállók vagyunk a világtól. Az egész világ egy dolgot csinál, keresztény, buddhista, ateista, mindenki megtartja a karácsonyt, a húsvétot, a vasárnapot, az összes többi napot. Ha azt csináljuk, és másra gondolunk, attól még ugyanolyanok vagyunk. Azt mondja, hogy ez az, ami megszentel minket, ez az, ami egy jel közte és köztünk.
Az mindegy, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a szívünkben mi van, és a külsőség nem számít, a ruházat, az öltözködés, az ünnepek. Az a lényeg, hogy szerinte mi az, ami számít. Ő szerinte pedig ez igenis számít. Ez egy jel nemzetségről nemzetségre. Örökké. 14. Megtartsátok azért a szombatot, mert kodes vagy szent az ti néktek. Azaz ez a nap még mindig fontos számára. Jehezikájel vagy Ezékiel 20, 19, 21, ennél még tovább megy. Én vagyok a ti hatalmasságotok, Elohimetek. Az én parancsolataimban járjatok, és ne a világéban. Karácsony, vasárnap, bármilyen ruha, bármilyen étel, stb. Az én törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek. Nem elég gondolni, vagy ismerni, azt kell cselekedni. És az én szombatimat, többes szám, megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem, és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az örökkévaló, a ti hatalmasságotok. A szerepe a szombatnapoknak az, hogy elkülönítsen minket a világtól, hogy megmutassa azt, hogy ezek az emberek egy más rendszerint járnak. Miért? Mert engedelmesek. Nem azért feltétlenül, mert értik, egyetértenek, hanem azért, mert engedelmesek, és számukra az az öröm, ami az örökkévalónak öröm. Ez a lényege az ünnepeknek. Nem mondhatjuk azt, hogy ez nem fontos, vagy neki mindegy, mikor ő kijelenti, hogy nem, hogy nem fontos, hanem hogy ez egy megkülönböztető jegy közte és köztünk, és a világ között. Mi volt a probléma? De pártot ütének a fiak ellenem, parancsolataimban nem jártak, mint ahogy ma, törvényemet meg nem tartották, ahogyan ma, hogy azokat cselekedjék, melyeket az ember, ha cselekszi, azaz, ha a törvények szerint él, mi történik, él azok által. Ez az életet biztosítja az ember számára. Mi a probléma akkor? Miért beszélünk mi ma úgy róla, mintha ez egy átok lenne, vagy rabság, mikor megmondta ő a saját szájával, hogy ez az élet, aki így cselekszik, az él. Nézzük, hogy melyiket emeli ki ezek közül. Szombataimat megfertőztették, mondám azért, hogy kiöntöm búsulásomat rájuk, teljessé teszem haragomat rajtok a pusztában. A szombat volt az egyik, amit kiemel, illetve az egyetlen úgy tűnik. Ez egy fontos dolog számára. Mindenki folyamatosan ezt próbálja megerősíteni. Egy dolog, ha az ember szereti a fele barátját, legalábbis azt mondogatja, de ha szereti azt, van egy másik oldala az egész, az pedig, hogy szeresd az örökkévalót. Az pedig engedelmességben és alázatban nyilvánul meg. Őt nem érdekli az, hogy mennyit adakozunk, hogy mennyit beszélünk, mit gondolunk. Az a lényeg, hogy mit cselekszünk, mert a cselekedet mutatja meg, hogy mi van valójában az ember szívében, nem az, amit gondol, vagy amit beszél. Aki őt szereti, annak nem fog problémát okozni, járni az ő parancsolataiban. Hiszen azt keresi, ami neki tetszik, nem azt, ami egyszerű a világban, vagy amit mindenki más csinál. Erre szól ez a felhívás. Oké, szóval látjuk, hogy Jubileumok könyve ugyanerről beszél, azaz harmóniában van a kanonizált írásokkal. Elfelejtik a szövetség ünnepeit, ahogy mi, miért, és idegen népek, azaz a pogányok, ünnepei szerint járjanak, eltévejedésük és tudatlanságuk következtében. Mi ez? A karácsony, a húsvét, a vasárnap, a halottak napja, a Halloween, a Valentin nap, ez mind-mind idegen népek ünnepei, ami évezredekre nyúlnak vissza. A babiloniai holnaptár ugyan erre vonatkozik. Az is egy pogány tradíció. Honnan tudjuk? Onnan, hogy leírja itt. Mivel kétségtelenül lesznek olyanok, akik megfigyelik majd a holdjárását, hogy hogyan befolyásolja az évszakokat, és hogy évről évre mindig 10 nappal hamarabb érkezik. Ezek az emberek, akik a pogányok szokásai szerint élnek, és az ő ünnepei szerint járnak, a hold járását figyelik meg, és a holdhoz igazítják majd az ő naptárukat, és ezért eltérnek attól a rendtől, amit ő megszabott, amik a szövetség ünnepei. Ez a probléma a holdnaptárral, és a jelenlegi zsidó, illetve a korábbi babiloniai naptárral és rendszerrel. Így folytatja a 37-esben, ennek okáért, azaz amiatt, hogy a holdat figyelik és a pogányok ünnepeit tartják meg, ennek okáért rájuk azok az évek érkeznek,
amikor megzavarják a rendet, amit ő kialakított, és egy gyalázatos napot jelölnek ki a bizonyság napjául, azért, mert nem tudják pontosan, hogy hogyan megy az év, ezért nem képesek megtartani az igazi sabát napot, az igazi ünnepeket, így egy gyalázatos napon tartják meg az ő ünnepeit. Ezt jelölik ki a bizonyság napjául, egy tisztátalan napot tesznek meg ünnepnapnak, hiszen nem ismerik a naptárt, és összekeverik a napokat, a kodást, vagy szentet a közönségessel, a tisztátalant a kodással, a szentel, mivel tévedésben lesznek a hónapokkal, a szombatokkal, az ünnepekkel és a jubileumokkal kapcsolatban. Szóval ezek az emberek, a leszármazottak össze fogják keverni a napokat, a hónapokat, a szombatokat, az ünnepeket és a jubileumokat, a tisztát, a tisztátalannal, a közönségest, a szentel. Ez a probléma, hogyha az ember nem a megfelelő naptárt követi. Nem mondhatjuk azt, hogy ez nem számít, mindaddig, amíg látjuk, hogy a Masiák, a megváltó folyamatosan ott volt minden ünnepen és csinálta azt, úgy, ahogyan az elő volt írva számára. Szóval az, amikor olvassuk Hoseánál, vagy Hoseásnál, vagy Jesiáhunál, vagy Ézsajásnál, vagy Ámosnál, hogy ő nem szereti az ünnepeket, akkor erről beszélt. Nem arról beszélt, hogy a saját ünnepeit nem kedveli, hanem hogy a miénket, amit mi csinálunk, vagy Izrael fiai csinálnak, azt nem szereti. De nézzük meg! Kezdjük Jesiáhu 29.13-mal. És szólt az örökkévaló, mivel a nép szája közelget hozzám. Ki ez? Mindenki, aki csak mondogatja, és nem úgy cselekszik. Miért? Mert csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Miért? Azért, mert irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Azért, mert nem azt csinálják, amit én mondtam, hanem elfogadnak minden mást, és hajlandók elfogadni a karácsonyt, a vasárnapot, a húsvétot, az, hogy mindent lehet enni, inni, bármilyen ruházat, minden játszik, csak nem az, amit ő mondott. Ez jelenti az, hogy szájjal közelget hozzám, hogy mondogatja, hogy azt mondja, hogy ő szereti, hogy neki ez a mindene, de csak az ajkaival tiszteli, a szíve távol van tőle, bár azt gondoljuk, hogy a mi szívünk ott van, ha ott lenne, akkor úgy élnénk, ahogyan azt ő leírta. Irántam való félelmük betanított emberi parancsolat. Mi az emberi parancsolat, ami nincs ide leírva, de mi elfogadjuk úgy, mint szentírást. Ennél sokkal súlyosabb az, amit Jesiahu az első fejezetben írt 13-15-ig. Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot. A jó illattétel utálat előttem, újhold vagy kodás, szombat, s ünnepre felhívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. A probléma nem az ő kodás, vagy új hónapja, vagy szombatja, vagy az ő ünnepei. A probléma az, hogy ez egy hazug ünnep, amit az emberek csinálnak. Az, hogy bűnben élnek, és ennek ellenére ott vannak az ő ünnepein. A probléma nem az ünnep volt, ezek az ő ünnepei voltak. Ez egy örökjel nemzedékről nemzedékre. A probléma az volt, ahogy az emberek hozzáálltak, ahogyan ma is hozzáállnak. 14. Újholdaitokat, a tieteket, és ünnepeiteket, a ti ünnepeiteket gyűlöli lelkem, terhemre vannak elfáradtam viselni. Nem az én újholdaimat, az én ünnepeimet, a tieteket, azt, ahogyan ti csináljátok azt, amit én megmondtam, egy másik rendszer szerint, egy másik naptár szerint, más szívvel, emberi parancsolatok szerint, ezeket gyűlöli ő. És ha kiterjesztitek kezeiteket, ez a következménye már, elrejtem szemeimet előletek, azaz nem fogok figyelni rátok. Sőt, ha megsokasítjátok is az imádságot, azaz imádkozhatsz reggeltől estig, én meg nem hallgatom, vérrel rakvák kezeitek. Miért? Azért, mert hazugok, mert bűnben élek, mert megszegik az ő instrukcióit, az ő toráját. Ez a probléma mindig is ez volt. A probléma nem az volt, hogy az ő ünnepei nem voltak jók, hiszen olvastuk, hogy él azáltal az ember, aki azt megtartja. A probléma az, ahogy az ember hozzááll, azt ő viszont nem szenvedheti el. Ő vagy olyanokat keres, akik teljesen, 100%-osan emögött állnak, ahogyan azt leírja 5 Mózes 6.4.6, teljes erődből, teljes szívedből, vagy pedig inkább csinálja mindenki a saját dolgát. Ő mindig fog találni olyat, aki hajlandó ezen az úton járni. Azonban nem lehet közte járni, hiszen akármennyit is imádkozik az ember, vagy terjeszti ki a kezeit felé, nem fogja meghallgatni azért, mert nem úgy csinálja, ahogy ő azt mondta.
Ebben az egyik faktor az ugye az, hogy nem azt a naptárt használjuk, persze tudatlanul, de amikor az ember a tudáshoz eljut, onnantól kezdve meg kell hozni a döntést, hogy ő mit kezd ezzel. Szóval a lényeg az, hogy ő nem szereti azt, hogyha, sőt utálja azt, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan ő azt leírta. Azért értelem, mert az nekünk élet, az nekünk jó, ez különít el minket a világtól. Erről beszél Hosea, vagy Hoseás, második fejezet 10-től 12-ig. És megszüntetem minden örömét, ünnepét, új holdját, vagy Kodás, azaz új hónap, szombatját és minden ünnepe napját. Elpusztítom szőlejét, fügefáját, melyekről ezt mondta, ez az én bérem, amit az én szeretőim adtak nékem, és erdővé teszem azokat, és a mezei vademészti meg őket. Miért? Azért, mert nem engedelmeskedtek, mert az emberek azt mondták, hogy az emberek szeretői, kik azok, ki fog derülni. Megbüntetem őt a bálok napjaiért, a más ünnepekért. Ezek azok a szeretők, akikre itt utal. Szerető, mint spirituális, ugye házasságtörés, vagy pedig erkölcstelenség. Ez az, amiről beszél. Hiszen nem azt az ünnepet tartották, amit ő kijelölt. Ezért veszi el az ő saját ünnepeit tőlük, beleértve az ő ünnepeikkel. Ezért küldte el őket Babilonba, a asszíriai fogságba. Ez volt a büntetés, mert nem engedelmeskedtek az ő utasításainak. A bálok napjai, melyeken füstölve áldozott azoknak, és felrakta gyűrűjét és nyakláncát, és elment szeretői után, rólam pedig elfeledkezett, mondja az örökkévaló. Csak úgy, ahogy ma teszi a legtöbb ember. Karácsony, húsvét és a többi felöltözik, kiöltözik, elmegy ide, oda, amoda, mindent csinál, csak azt nem, amit az örökkévaló előírt, ami őt boldoggá teszi. És elfeledkezik róla. Attól függetlenül, hogy azt hiszi, hogy rá gondol, azzal gondol rá az ember, ha úgy is cselekszik. Ez az, amit az emberek nem képesek valami oknál fogva megérteni. Mégpedig az, hogy hiába gondolunk rá, mondjuk, ha egyszer nem engedelmeskedünk és alázattal követjük, amit mondott, akkor nem azon az úton járunk, aki a fejünkben van, lehet, hogy mi azt hiszük, hogy ő, azonban ő már rég távol van, ahogyan azt megírta az elő. Mert nem az ő instrukcióinak engedelmeskedik az ember. Utolsó ezzel kapcsolatban Ámos 5:20-22. Nem sötétség leszé az örökkévalónak napja, és nem világosság. Sötétség lesz az, s még hajnal fényesem lesz. Gyűlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. Még ha égő áldozatokkal áldoztok is nékem, sőt ételáldozataitokat sem kedvelem, kövér hála áldozataitokra rá se tekintek. Miért? Mert ezek a ti ünnepeitek, és a ti összejöveteletek. Teljesen mindegy, hogy ki mit énekel, milyen nyelven beszél ott, vagy mit ordibál egész idő alatt, mennyi ajándékot visz oda, mennyire mondja, hogy ő szeret mindenkit, ha egyszer nem engedelmes. Kialakíthatunk annyi ünnepet, amennyit csak akarunk, és mindegyikre azt mondhatjuk, hogy ezt ő érte csináljuk, és ő ezt elfogadja mindaddig, amíg megcsináljuk azt is, amit ő mondott. Mihelyest azt elkezdjük hanyagolni azért, amit mi kitalálunk, a mi saját kedvenc zenéinket, a mi fejünk után megyünk, a saját gondolataink után, onnantól kezdve ő ebből kihúzódik. Miért? Azért, mert gyűlöli ezt. Mert ez nem az ő utasítása, mert nem vagyunk engedelmesek. Ez az, amiért megveti és gyűlöli ezeket az ünnepeket. Úgyhogy szeretném, hogyha ez járna mindenkinek a fejében akkor, amikor azt mondja, hogy milyen nagyszerű gyülekezetben volt, mennyit énekeltek, hogy imádták az Urat, hogy mennyire mindenki arról beszél mindig, hogy mennyire így úgy, amúgy milyen nyelveken szólnak. A lényeg nem az. A lényeg az, hogy ki az, aki engedelmes. Természetes, hogy kegyelem az a másiákba vetett hit által érkezik, és a Szent Szellem vezet minket, és természetes, hogy ezáltal értjük meg. Azonban vannak dolgok, amik le vannak írva azért, hogy a mi életünk közelebb kerüljön ahhoz az úthoz, amit ő elképzett számunkra. Elmagyarázta, mi az, amit szeret, mi az, amiben örömét leli,
Úgyhogy igazából ez kellene, hogy a döntő legyen, mikor azt mondjuk, hogy valami írás az ihletet, vagy sem, hogy mennyire harmonizál az a kánonnal. És láthatjuk azt, hogy a jubileumok könyve teljes mértékben, sőt, 38-as versben így ír: ezért parancsolatot szólok, és bizonyságot teszek neked, azaz megparancsolom, és én leszek a tanú rá, hogy megmondtam neked, hogy te is tanúskodhass ő előttük. Hogy te elvihesd ezt az üzenetet neki, mert halálod után a te gyermekeid összezavarják azokat, ugye mire gondol, a hónapok, napok, szombatok, ünnepek, jubileumok. És így az év nem csak 364 napos lesz. Azaz az év 364 napos. Mennyi a hold év? 353, 354, láthattuk az előbb, 355. Ezért kell egy extra hónap minden harmadik évben. Ezért tévedni fognak, miért az új hónapok, kodes, az évszakok, a szombatok és az ünnepek ügyében. És mindenféle vért, mindenféle hússal együtt megesznek majd. Mint ahogy ma ez történik, szó szerint így történik. Az emberek elfeledkeztek mindenről, nem számít semmi, mindenki megy a saját feje után. Miért? Azért, mert szép lassan ezeket a dolgokat az ellenség kiölte a köztudatból, és elhitette velünk, hogy minden mindegy. Évezredeken át ő ezen folyamatosan munkálkodott. Nem véletlen az, hogy ennyi naptárt talált ki, ennyi tradíciót, ennyi ünnepet, ennyiféle filozófiát, vallást, mind-mind. Nem azt akarja, hogy ne szeressük egymást. Sőt, az egész világon arról van szó, hogy szeretet, hogy mindenki szeret mindenkit. Az a lényeg, hogy szépen így az örökkévalót, az atyát háttérbe szoríthassuk. És elfeledkeznek még azok is arról, hogy két parancsolat van, akik állandóan a szeretetről beszélnek. Elfeledkeznek róla, miközben mindig az embert imádják, és arról beszélnek, hogy szeretnek mindenkit. Ki az, aki őt szereti, és hogyan mutatjuk ki azt, hogy őt szeretjük? Ez a nagy kérdés. Az biztos, hogy nem úgy, hogy megyünk a saját fejünk után, kitalálunk ünnepeket, és azt mondjuk, hogy minden mindegy, amit ő mondott. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!